Sziasztok! Ez itt a Hajónapló YouTube csatornája, Dunai Misi vagyok. Mai műsorunkban Mezei Katalin lesz a vendégem, és mint tudjátok, ez az a műsor, amelyben művészeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy megjelenjenek, és ebben a nehéz időben is valahogy utat találjanak hozzátok a közönséghez. Ez nekik is jó, de nektek is jó. Jusson nektek is minden napra egy kicsi kultúra. Mezei Katalin első körben saját versét, az Európai Megfigyelő című alkotást mondja el nektek. Hallgassátok szeretettel! Mezei Katalin, az Európai Megfigyelő. Szebrenicai nyár, 1995. Az Európai Megfigyelő megfigyeli, amint az egyik európai a másikat házából kizavarja, kibelezi, a szemét kiveszi, az üzemudvaron egyenként lelövi, a ponyvás teherautóra halomba föllöki, Európában. Európából hivatalosan figyeli, hogy egyik európai a másikat házából kizavarja, fejét levágja, szemét kiveszi, teherautón egy távoli tömegsírig elfuvarozza, Európában. Az európai megfigyelő megfigyeli. Anyaverseiben Mezei Katalin arra tesz kísérletet, hogy feloldja a konfliktusokat anya és lánya között, és egy kicsit olyan, minthogyha a saját édesanyját és önmagát is keresné ugyanabban a perszónában. Hallgassátok szeretettel az Akár a rozsdás késeket című versét. Mezei Katalin, Akár a rozsdás késeket. Műfokból, szemüvegből, néhány régi ruhából összetákolom anyámat reggelente. Csontváz lába közé pelenkát simítok, harisnyát, szövet papucsot adok rá, aztán két kezén vezetve kicsoszogunk a nagyszobába. Az önállóság bajnoka ő, aki soha nem szorult senkire. És a szabadság bajnoka én, aki már kavaszfővel elszöktem tőle, nem akartam a szigorában élni. Csodálkozhat most az, aki ismert bennünket azelőtt, akár a rozsdás késeket, egymással köszörül minket az Isten. Mezei Katalin adja elő saját versét, aminek Boldog a címe, az alcíme pedig Jókai Annának. Ez nem véletlen, hiszen Katalin 24 évig volt az írónő kiadója és szerkesztője is. Tehát így ebben a versben egy picit Jókai Anna írói és szerzői műhelyébe is betekinthettek. Hallgassátok szeretettel! Mezei Katalin, Boldog, Jókai Annának. Boldog, akinek nem rongyos a lelke, de fényes, mint a nehéz sejem. Aki hiszi is, amit mondott, akit nem zsarol a félelem. Boldog, akit nem az önérdek kormányoz, hanem önként szolgál. Adósait nem tartja számon, görbe utakon titkon sem jár. Boldog, akinek láthatatlan púpként a múlt nem ül a hátán. Nem üzletel gazemberekkel, árnyékán nem táncol a sátán. Akinek a szemén kifénylik, hogy süt benne az Isten napja. Akinek lelke nehéz sejmét magasságos szél lobogtatja. Születésnapi labdarózsák címmel az írónő egyik legmegrendítőbb anyaverse következik. A rózsa jelképe több versében is megjelenik amúgy, ebben is és máshol is
az élet, az életerő és a fiatalság jelképe. Mezei Katalin, születésnapi labdarózsák. Dögöljön meg az ember, ha már valakire rászorul, mondta anyám. Nekem egy pohár víz se kellett soha senkitől. Lehetett háború, jöhettek a németek, oroszok, én soha nem szorultam senkire. Úgy szégyelte a ragaszkodást, mint egy testi hibát. Puszit nem adott, hízelgés az ölbe kéreckedés, a hozzásimulás. Összetörte a labda rózsacsokrot, amit beteg ágyból kiszökve szedtem a születése napján. Erős markából hult a fehér szirom. Azt képzelted, hogy hős vagy, egy nemecsek, ahelyett, hogy kifeküdnéd a betegségedet. És az ágy elé ledobta. Június van, kint esik az eső. Anyám feje a párnán, fogatlan szája nyitva, lihegve alszik, mintha örvénnyel viaskodna. Odakint korán nyíló, törékeny labdarózsa. Csokrát hiába szedném, nincs, aki földre dobja. A következő néhány percben Mezei Katalin Uram, aki című versében az egykor eldobott hit visszanyeréséről tesz tanúbizonyságot. Ez egy pozitív valami. Mezei Katalin, Uram, aki villámokat leszúrva kétfelől cövekelett ki az utamat, csodálom, hogy tudsz így figyelni rám, hogy tudod szíveden viselni gondomat, mikor más milliárddal is hasonlón kell törődnöd. Önámítás vagy véletlen, ahogy megint s megint kezedre ismerek, midőn, mint játékot az oktalan gyereknek, csöndben visszaadod eldobott hitemet. Következő versében, melynek címe Uram, ha nem vezetnél, Mezei Katalin arról mesél nekünk, hogy Isten szándéka és az én világom, vagy az én világa teljesen külön pályákon fut, és a gondviselés szándékai csak sejthetőek. Hallgassátok! Mezei Katalin, Uram, ha nem vezetnél. Uram, ha nem vezetnél mindig tüskés utakra, alig ha ismernék rá sorsomban kéznyomodra. Uram, ha nem vezetnél, akkor senkim se volna, aki vergődő, lázas lelkemnek válaszolna. Nem tudom, hogy találsz rám tereiden hatalmas. Időd, erőd miként van, hogy meghalljál, meghallgass. Nem tudom, hogy szólal meg egyszer csak az a válasz, amit tudom, te adtál, ami mögött te állasz. De már elég, hogy hallom, már elég az, hogy mondod. Nem kérdezem, ki vagy te, nem ostromlom a titkot. A mellkasomban lüktetsz, világod ölén élek, szerte foszlott a gőgöm, már nem bánt, hogy nem értlek. A következő vers címe Én a világot nem bánom. És gyakorlatilag a vers címe kiváló, mert összefoglalja a tartalmat. Arról szól talán, legalábbis nekem arról szól, hogy a két végtelen közé szorított létezés talán nem volt hiába való. Mezei Katalin, Én a világot nem bánom. Én a világot nem bánom, járja, ahogy én nem járom, húzza, ahogy én nem húzom, zúgja,
ahogy én nem zúgom. Én a világot nem bánom, amíg benne van lakásom, belőle fakad forrásom, érte szól haragúásom. Én a világot nem bánom, még hogyha fáj is, hadd fájjon, velem, nélkülem, hadd vásson, nincs benne már maradásom. Egy kortársa, ismerőse és kritikusa mondta egyszer azt Mezei Katalin Énekeljenek a csillagok című verséről, hogy ha meghallgatjuk, az univerzum sokkal közelebb kerül hozzánk. Tegyünk egy próbát. Mezei Katalin, Énekeljenek a csillagok. Mint egy leplet, kiterítette az eget, és kifeszítette, mint a lakósátrat. Nem készített semmihez vázlatot, gondolatban tervezte meg a mindenséget. Amit eltervezett, lecsukott szemhéja mögött, képzeletében pontosan működött. Lehúnyta a szemét, és látta a teret. Utaztak benne a gondolatai, követték és megelőzték egymást, és mindegyikből valami született. Elképzelte a bolygó sereget, és valahány forma eszébe jutott, képzelt mindenből milliónyi fehér, fekete és színes, kisebb, nagyobb változatot, mindről elgondolta, hogy mire jó, milyen pályát fut be, mit vonz és mit taszít, és hogy legyen, mindnek nevet adott. Éber gondolatokkal álmodott, és felébredve a tiszta papírra írta, parancsomra énekeljenek a csillagok.